Hétfőn reggel újraindult a közfoglalkoztatási program Gyulán. A Remetén megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, a február 28-ai leállás nem újszerű. Már korábban is volt erre példa. Ennek oka, hogy a határozott időre szóló szerződés lejárt, és megszakadt a támogatás. Alt Norbert, alpolgármester kiemelte, a korábbi 233 ember közül szinte mindenki folytathatja a munkát. A programunkat a Start program keretében tovább támogatni nem tudták, viszont a munkahelyi központ, illetve a kormányhivatal más egyéb forrásokat talált el, a saját keretből tudja megoldani a programjaink támogatását egészen augusztus 31-ig. Az elkövetkezendő hónapokban pedig egyeztetéseket, illetve tárgyalásokat fogunk annak érdekében kezdeményezni, hogy augusztus 31-e után is biztosítva legyen ez a fajta támogatási, illetve foglalkoztatási forma. Azt elmondhatom, hogy a korábbi létszám, ugye 233 fővel állt meg a program február 28-án. Sós Judit elmondta, a programot a munkaügyi központ támogatta. Hozzátette, a két hét szünet alatt a közfoglalkoztatottak nagy része kapott támogatást. A programjaink a mezőgazdasági program elembe 115 fő fog részt venni. A 115 főnek a feladata egyrészt a paprika malom, illetve paprika termesztés, paprika feldolgozás, a másik része pedig a mintamenza program számára állítja elő a zöldségeket, gyümölcsöket, illetve a már meglévő gyümölcsös kezelése, valamint a faiskola kezelése folyik a telepen. A helyi sajátosság programba egy picit összevont a program, hiszen ebbe a közterületi feladatok ellátása, parkgondozási, köztisztasági feladatok ellátása folyik, és emellett pedig e programunk keretében valósul meg a varrodai tevékenység. Gulyás Imre, a gyulai járási hivatal vezetője kiemelte, Gyulán és a járáshoz tartozó Lőkösházán is zökkenőmentesen indult újra a program. A február 28-án befejeződő Start munkaprogram keretében ugye jogszerűen megszűntek a szerződések, és ezeket az embereket, akik továbbra is dolgozni szerettek volna, mindenképpen el kellett helyezni valamilyen formában. Ehhez adott vagy nyújtott segítséget a Békés-megyei Kormányhivatal munkaügyi rendeltsége, illetve a Gyulai Járási Hivatal munkaügyi központja, illetve a Gyulai Járási Hivatal munkaügyi kirendeltsége. Azt gondolom, hogy mindenféle probléma nélkül sikerült ezt a programot újraindítani. A közfoglalkoztatottakkal a szerződést határozott időre kötötték, egészen pontosan augusztus 31-ig.